Jó estét kívánok, kedves nézőink! Miután október 31-e óta a csapatok többsége pihent, illetve félfordulót rendeztek a városi kispályás bajnokságban, így műsorunk is szünetelt. De most a 11. fordulóban az első osztályú együttesek mindegyike pályára lépett, tehát jelentkezik ismét a kispálya. Ezen a játékhéten az egyre feljebb kapaszkodó Süni és barátai az élmezőnybe igyekvő Csé pluszével találkozott. A városi kispályás labdarúgóbajnokság 11. fordulójában az első osztályban a fehérmezes Süni és barátai a Csé pluszi ellen lép pályára. A Süni jelenleg a 9. helyen áll feljövőben a tabellán, és egyre jobban játékba lendül a fehérmezes alakulat. És kérdés, hogy ez a mai találkozó mennyire hoz szerencsét a Süni és barátai társasága számára, de leginkább Őrs József számára, aki ezt a mérkőzést egy vadonatúj futballcipővel ünnepli. Kérdés, hogy válik majd be a lábbeli. A két csapat összeállítása. A Süni kapuját Otto Zoltán védi, mezőnyben pedig 31-essel Kerecsényi Tamás, 5-össel Őrs József, 8-assal Rapai. A védelemben vonnák János 2-essel, Géresi Zsolt a csapatkapitány pedig 11-essel elől. Ez a kezdő alakulat. A kékmezőn játszó Csé pluszi, már megszokott kapusa Diszlő Péter. 11-essel Mayer László, 5-össel Pott, 4-essel Müller Csaba, 10-essel Szabó József és 2-essel Bors István. Ez a Csé pluszi kezdő alakulata. Mayer, Szabó. A Csé pluszi is a legutóbbi fordulóban győzelmet aratott, és ezzel a 4. helyre lépett fel a tabellán. Rapai, Géresi, Bors, aztán Mayer és Géresi küzdött a labdáért. Kerecsényi Rappait Pott szerelte. Mayer fülelte le az átadást. Kerecsényire vezeti rá a labdát. Aztán visszafordul, és végül Pott Sándort választja. Bors Ottó jött ki, és a tétenkedő Bors István elől mentett. Kerecsényi. Ez a labda hosszú volt Rapainak. Müller. Bors, kint van. Rappai. Kerecsényi. Őrsét szerelték, aztán Szabó lőtávolról Ottóról jön ki a labda, Müller érkezik. Nem tudott kapura lőni. Csé pluszi bedobás következik a 4. percben. Mayer, Ottó üklöz, Rappai. Talpalásért jár a szabadrúgás a Csé pluszi javára. A Csé pluszi 9 mérkőzéséből eddig 5-öt nyert meg. Egy találkozó döntetlenre játszott, 3 alkalommal pedig vesztesen kényszerült elhagyni a játékteret. 16 pontot gyűjtött eddig. A Süni és barátai ugyancsak 9 mérkőzésen van túl,
3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 5 vereséggel. A legutóbbi fordulóban igen fontos, vagy éppen bravúros győzelmet aratott, hiszen a Fedél Kft-t verte a Söni 7-4 arányban. Azt a Fedél Kft-t, amely a dobogóért folytat óriási harcot az élmezőny többi tagjával. És ezért a dobogós helyezésért a C plusz V is versenyben lehet a vége a számolásnál. Rappai Őrsit előzte meg ott. Kerecsényi. Monnák. Őrsi jól tartja a labdát. Szabó. Vonnák. Őrsi. Rappai. Nem igazán értették meg egymást. Egy picit a labda. A 7. percben járunk. Egyenlőre gól nélkül. És eddig leginkább a C plusz V veszélyeztetett. Ottó Zoltánnak akadt több dolga, mint kapustársának, Viszlu Péternek, aki most éppen kidobja a labdát. Mayer László lőtte el a labdát. Azonban a kapu mellé. Rappai. Müller előzte meg Őrsit. Géresi bedobása. Kerecsényi, és aztán Dészlő szedi fel a guruló labdát. A kidobás Bors felé száll, Rappai azonban résen volt, és aztán Bors István volt szabálytalan. Rappai. Kerecsényi végzi el a Sünyös barátai szabadrúgását. Őrsi várja, nem kapja Rappai. Elsuhan a labda a kapu előtt keresztbe. Hogy óriási lendülettel, hatalmas iramban kezdenék a játékot a csapatok. A 9. percben járunk. Rappai, Géresi sarokkal vissza középre, nem érkezett azonban játékos társ, Mayer lépett ki, Szabó József most már a labdával. Vonnák szabadít fel, Borshoz kerül, aki merre veszi a labdát, majd lepattanás nélkül lő. Ottó biztos kézzel fogta a labdát. Bors indul meg ismét. Vonnák mellett nem tud elrohanni a bal szélen. Hosszan szögtette magát. Kerecsényi. Vonnák Ottónak hátra.
merész vállalkozásba kezd a kapus, és végül játékos társhoz továbbítja a labdát Roppai. Bors István hagyta ott a lábát, Kocs Sándorról pedig kipattan az oldalvonalon túlra a játékszer. Géresi dobja be a labdát, keresi az embert középen, Őrsi érkezett volna, a Diszlő azonban megelőzte őt. Kerecsényi. Géresi. Bors szerelte, Mayer pedig rögtön fordul. Kerecsényin próbálja megkerülni, nem tudja. Rappai. Mayer Lászlót ölelte át Rappai. Ezért a Csé plusz V végezhet el szabadrúgást, ez megtörtént ott a labdával. Géresi visszafejeli, Őrsi megszerídíti, és aztán vonnák, majd Rappai ismét. Kerecsényi fut fel a jobb oldalon. Bors. Szabó. Vonnák őrizte jól. Közben cserél a Sünés barátai, Géresi helyére 9-es számmal Szőnyi érkezik. Most nála a labda, Szőnyi. Müller betankad el. Kerecsényi. Borsolt szabálytalan a játékvezető szerint. Vonnák. Kerecsényi. Majd Őrsi. Szőnyi. Kerecsényi egyből tovább. Rappai érkezik. Pott. Ő remekül kísérte az akciót. És így Rappai nem tudta ellőni egyből a labdát. Sünés barátai szöglet. Kerecsényi. És bedobás lett a dologból. Mayer. Ott. Szabó. Kerecsényi érkezik keményen és szerel. Őrsi egy picit a háta mögé kapta a labdát. Őrsi tologatja. Szőnyinek gurítja le, és aztán Mayer szerzi meg, de Őrsit rángatták rendületlenül. Így szabad rúgás következhet. A 13. percben járunk. Kerecsényi a labda mögött. Őrsi néhány méterrel távolabb tőle, a legurított labdára várva. Két tagú a Csé plusz V sorfala. Kerecsényi megnézi, de aztán nem lövi el. Legurítja Rappainak, Müller lépett ki. Bedobás lett a dologból. Szőnyi, Rappai, és a Szendiszló Péter könnyedén szedi fel a labdát a földről. Ott Mayer, Müller, Szabó. Müller meggurította vissza lövésre. Bors, ott. Sarokkal próbálta betenni középre a labdát. Bors bedobása, Szabó érkezik mellé. Szabó József reklamál, hogy bizony beleért egy fehérmezes játékos, ezért szögletnek kellett volna következnie. A síkmester azonban tarthatatlan. Közben nullás mezszámmal a bal szélen Kuti Tamás a pályán, a Sünés barátai együttesében. Mayer rúgta ki a labdát, ismét a Süni lendülhet támadásba. A 15. percben járunk, Kerecsényi érkezik, Kerecsényi ellövi, szöglet.
Puti. Liszt. Müller Csaba fut a labdáért. Otto Zoltán húzza le előtte. Kerecsényi. Rappai. Egészen hátra Deák Miklósnak, aki egyébként a kapu előtt is bevethető, hiszen az ő eredeti posztja kapus. Mindez bizonyítja nagy pályán is, hiszen az Ikarus Dunafém hálóőre. Rappai. Deákot szerette volna játékba hozni. Szabó Kuti mellett ment el egy csellel, és aztán Kerecsényi gyűjti be. Kuti. Pott Sándorról vágódik ki a labda. Szűnyi érkezett, de a labdája az oldalvonalon hagyta el a játékteret. Ott. Szabó, Bors, és aztán ott Otto véd hatalmasat, Müller ismételhet. Ez a labda már a kapu mellé száll. Géresi. Kerecsényi. Rappai. Kuti. Kerecsényinek vissza. Mayer. Kerecsényi szerez labdát, aztán Kuti az továbbít. Müller Csaba szabadít fel, és Rappai gyűjti be saját térfele közepén. Deák perdíti tovább, Diszli Péter kijön a kapujából és felszedi a játékszert. Mayer. Bors. Vele szemben Kuti, mellette pedig Rappai. Bors a lövést választotta, a labda azonban messze a kapu fölé szállt. A 18. percben járunk továbbra is, 0-0 a mérkőzés állása. Kuti. Rappai. Géres indul be, aztán megtorpan. Kuti érkezik ugyan, de a labda hosszú volt neki. A 12-es számmal Vadász Imre a pályán, a Csíkuszvé csapatában. Nála a labda. Szabó. Szép volt a csel, és szép a lövés is. Szabó József góljával megszerzi a vezetést a Csíkuszvé a 19. percben. Vadász Imre beállt és adott egy gólpaszt. Első labda érintéséből. Szabó József pedig remekül oldotta meg, elküldte őrzőjét egy lövő csellel, és aztán kilőtte a jobb alsó sarkot. 1-0 tehát a Csíkuszvé javára. Vonnák kíséri ki a labdát. Kuti. Deák. Kutinak hátra. Müllerről vágódik le. Szabó. Egy újabb lövés Szabó Józseftől, és egy percen belül kétszer veszi be a Süni kapuját. Most a másik sarkot választotta, a bal alsót. 2-0-ra vezet
a Csépluszé a 20. percben. Szabó két góljával. Géresi. Rappai. Disztl fogja meg. Ott. Rappai. Őrsi. Rappai tartja. Vonnár. Müller, aztán Pott Sándor a labdával. Előre vágja, Otto kijön, és megfogja azt, aztán rögtön kigurítja Rappainak. Géresi. Szabó József szerzi meg. Pott. Müller. Szabó. A Csépluszé dobhatja be a labdát. Vadász. A túloldalra Pottnak, és aztán Rapai lép ki jó ütemben. Géresi igazít egyet, aztán lő, Pott Sándorban pedig elakad. Géresi, Őrsi, majd ismét Géresi a labda útja. Deák is bekapcsolódik. Rappai mellé. Nem lövésnek szánta ezt a labdát Rappai, hanem Őrsit próbálta kiugratni. De nem volt pontos a labda, és Őrsi sem számított rá igazán. Rappai. Müller volt szabálytalan. Deák. Géresi, majd ismét Deák. Vonnák, egy picit csínybe kapta a labdát. Őrsi. Három kékmezes hűvűjében, vagy éppen szorításában szerzett labdát. Rappai bedobása Őrsi felé. Vadász rángatja bizony. Géresi. Viszlő szeli fel a bal kapufa előtt. Szabó. Átpattan a labda. A talpa alatt. Rappai. Őrsi. Szabó. Deák, aztán Vadászhoz kerül vissza. Ott. Rappai szerelt. Vadász bedobása Szabó Józsefnek, Deák fejeli ki. Egy újabb Csépluszé bedobása túloldalon. Müller Csaba szerzi meg, és az oldal hátút találja el. De Otto Zoltán beleért a labdába, így szöglet következik. A 24. percben járunk. Őrsi szerez labdát, aztán Vonnákhoz passzol, és a kékmezesek ismét visszaszerzik. Vadász lő, Otto véd, és aztán Őrsi szabadít fel. Megkezdődött az első félidő utolsó perce. 2-0-ás Csépluszé vezetés. Mayer Müller felé íveli előre a labdát. Aztán Müller visszapasszol Vadászhoz. Majd Pott Sándor a labdával. Őrsi lépett ki. Géresi. Vadász szereli. Géresi. Deák érkezik. Pott Sándor pedig jól kísérte és blokkolta a lövést.
Bodnár Szabót állítja meg, de a labda visszakerül a kék mezesekhez, Müller egészen hátra a Mayernek. Visszazár a Süni, Őrsi is most a védekezéssel foglalkozik. És vége az első fél időnek, Szabó József 19. illetve 20. percében lőtt góljával 2-0-ra vezet a Csíkuszvéd. A második fél időben változtatott felállásán a Cseh plusz V. A két tízes váltotta egymást a pályán, Szabó József helyére Horváth Ferenc állt. Vadász, Mayer, Biszlő, majd Pott, gurigáznak hátul. Mayer. Biztos. Mayerhez vissza. Őrsiről fordul le, és aztán eladja a labdát. Kuti. Géresi. Kerecsényi. Őrsi. Kappai. Géresi mellé. Vadász. Müller. Kerecsényi. Géresi. Őrsi. Géresinek vissza. Aki lő. Azonban a labda a kapu mellett csúment el. Horváth Ferencnek hosszú volt egy picit a labda. Rappai. Diszlő, nagyon szép érés. Látványosan vetődött a Csíkuszvéd kapusa. Kerecsényi a szöglettel, majd ismételhet. A vadász állt a útját a labdának. Rappai, Diszlő most lábbal hárít. A labda éppen odaérkezett, ahol állt a gólvonalon. Ez volt a szerencséje a Csíkuszvének. Horváth Ferenc cselei követően Kuti hagyta ott a lábát, ezért jár a Csíkuszvé, illetve a Sumi. Na, tehát a Csíkuszvé javára szabad rúgás, de most már a Sumi vezethet támadást. Rappai. Őrsi, a kezére pattant a labda, és így meghiúsul ez a Sumi akció is. Müller. Vadász, gól! Némi szerencsével ugyan, de megszerzi harmadik találatát a Csíkuszvé, a gólszerző Vadász Imre. Müller labdáját tudta bepofozni a Süni hálójába. A mérkőzés 29. percében, tehát most már 3 gól a kékmezesek előnye. Őrsi. Ott állt a útját. Kerecsényi. Géresi. Nem találja a labdát. Viszont Péter kidobása pedig Müller Csabát találja. Vadász érkezik. Kutiról vágódik lesz. Vadász ismétel jobb lábbal. A labda azonban a kapu mellé zuhant. Kerecsényi, Mayer lép ki, aztán forgulódik egyet. Kerecsényi méltatlankodik, Rappai szerez labdát. Rappai még mindig túlságosan kisodródik most már, és aztán el is totojázza. Horváth Ferencet szerepte Géresi, Rappaihoz kerül a labda, lövés azonban levágódik Mayerről. Kuti bedobása. Müller fejeli ki.
Rappai szerzi meg, nem lő, megpróbálta továbbvinni, és ez volt a veszte a Suni támadásnak. Müller Géresi átlépi, és ezzel megzavarta Horváth Ferencet. Kuti. Őrsi. Kulinak vissza, de a háta mögé. Diszl. Pott. Diszl. Mayer. Kerecsi nyugutatja. Pott Sándor. Ezért jár a szabad rúgás a Zsüninek. Kuti. Kerecsényi. 31. percben járunk. 3-0-ás Csépuszé vezetés. Horváth Ferenc Müller Csabát futtatja. Egy picit hosszú volt a labda, Müller ugyan elérte, de már csak befelé tudta lőni a labdát. A kapura nem igazán tudott célozni. Kerecsényi. Vadász kíséri. Géresi. Pott Sándorban akad el a labda, és ebből fordulhatnak most a kékmezesek. Kerecsényiről pattan ki, Csépuszé bedobás. Diszlő Péter. Pott. Müller fejelte középre, Kerecsényi jó helyen állt. Horváth Ferenc Müller Csabához. Leáll a teljes Süni védelem. Csupán Otto Zoltán volt a helyén. Pott Sándor fejel. De ez a kombináció most nem jött be. Hiszen a labda a kapu mellé és fölé pattant. Kerecsényi. Szőnyi. Őrsi. Őrsi még Kerecsényihez passzol, aki érkezik. A labda azonban a kapu mellé vágódik, de beleérkezik kétmezes játékos. Így Süni szöglet következik. Kerecsényi merre veszi, Őrsihez passzol, Őrsi diszlvéd. Szőnyi volt szabálytalan. Mayer. Ott. Nagy kettő János. 55-ös számmal. A Csépuszé alakulatában. Nagy kettő, Vadász, szép volt a váltás, Vadász lő, Ottóvé. Szőnyi veszi le, aztán Vonnákhoz passzol, Szőnyi kapja vissza. Nagy kettőben akad el, Deák. Szőnyi. Géresi. Nem volt túl jó a megoldás. Vadász. Vonnák, Deák, Géresi talán elérhette volna, de megtorpant. A 35. perc, 3-0-ás Csépuszé vezetés, Horváth Ferenc gurítja középre a labdát, azonban ott nem érkezik játékostárs. Deák majd Rappai a labdával. Szőnyi. Vonnák. Rappai. Deák. Diszl.
Horváth. Mayer. Bisztú. Ott. Nagy kettő. Vadász. Többet birtokolja a labdát a Csipuszi. Fokosan játszanak a kétmezesek. Járatják a labdát. Arra játszva, hogy a Süni csapata hibát lőtt. És kihasználva esetleg a rossz helyezkedést. Helyzetbe tudnak kerülni. Horváth Ferenc újítja hátra a labdát Dészlinek. Most már Pott a játékszerrel, és ő is hazaadja. Dészlin. Vadász. Nagy kettő. Pott. Liszl, Vonnák, Deák, Kerecsényi, Szőnyi, Kerecsényi, Tappai érkezik, most már nagy kettő a labdával, Vadász, Liszl lép ki a kapujából a hatoson kívülre, merre veszi a labdát, aztán előre íveli. Kerecsényi. Szőnyi. Egy távoli lövés. Nagy kettő János blokkolta azt. Deák. Nem lövi el első szándékból. És így most már nem is tudja, hiszen visszazárnak a kékmezesek. Deák. Szöglet. Szőnyi szöglete a 37. percben. Vadász. Vonnák, majd ismét Szőnyi a labdával. Kerecsényi. Rappai. Jó a csel. És aztán elesik Pott Sándor lábában, a játékvezetők nem láttak szabálytalanságot. Ott. Mayer, Horváth, és egy öngól Deák lábáról pattan a labda a Süni hálójába. Szépen passzolgattak a Csipuszi játékosai, de tulajdonképpen a Süni labdarúgója segítette a kékeket újabb találatukhoz. 4-0-ra vezet ezzel a 39. percben a Csipuszi. Mayer. Bors. Vonnákról fordul le. Bors még. Jó a becsúszás Deákról. Deáktól. Rappai. Deák. Kerecsényi. Deák rúgja ki a labdát. Müller. Nagy kettő. Pott Sándor fut fel a jobb szélen, aztán ott hagyja a labdát Borsnak. Nagy kettő, majd Vadász a labdával. Müller. A 40. percben járunk. Pott. Nagy kettő. Bors. Müller Csaba. Egy lövésre vállalkozik távolról.
nem sokkal került el a labda a kaput. Tappai, Kerecsényi. Megmentette a vonal előtt, Deák, Kerecsényi, Deák kapja vissza. Vonnák. Nagy kettő. Bedobása a Kerecsényi fejjel ide. Vonnák. Rappai. Disznvéd. És aztán a kapufa segíti ki a Csépuszét. Vonnák érkezett. Marad a 4-0-ás Csépuszé vezetés. A találkozó 41. percében. Disznvéd Péter. Deák előzte meg Szabót. Szabó József. Nagy kettő. Vissza akarta tenni Szabónak. Bár el is lőhette volna a labdát. Deák. Rappai. Szőnyi. Müller. Ott. Müller futott üres területre, adta is a labdát. Deákról megy ki. Müller bedobása a Szabó, egyből lő mellé. A két Csépuszé játékos egymást zavarja, Szabó, Otto Zoltán fogja meg a labdát. Vonnák szorongatta hátulról Szabó Józsefet. Deák, Borstról vágódik le, Süni bedobás, Kerecsényi mellé. Kerecsényi. Szőnyi helyett közben Géres érkezik vissza a pályára a Süni és barátai csapatában. Diszlő. Kerecsényinek gurítja ki. Nagy kettő szerez labdát. Szabó középen érkezik, lő jobbal. A labda azonban elkerülje a kaput. Marad a 4-0-ás Csépuszé vezetés. Müller Disznek hátra, aki rögtön előre vágja a labdát. Kerecsényi fejeli vissza. Szabó József veszi le. Rappai érkezik és szerel. Disznó dekázgat, Borshoz passzol, majd visszakapja, és eladja a labdát. Rappai érkezett, Mayer László azonban nem engedte, hogy kapura törjön, Deák lő távolról mellé. Disznó kirúgása. Labdát ki kell halászni a palánk mögül. Vonnák, Kerecsényi. Ismét vonnák. Géresi.
Müller passzolt Szabóhoz, Szabó József egy lövőcsel, aztán Borshoz passzol, és végül szöglet. Szabó József szöglete, Bors érkezik, Kéresén fertőlt meg a labda. Liszl, Müller, a 45. percben járunk. Továbbra is 4 gól a Cséplusi előnye. Müller Csaba. Disztuk. Vonnák. Nagy kettő volt szabálytalan Kerecsényével szemben. 9 méterről jár. Pontosabban 7,5 méterről, 8 méterről. A szabad rúgás. Kerecsényi a labda mögött, nagy kettőről vágódik le. Deák ismétel, nagy kettő ér bele, szöglet. Mondnák végzi el a szögletet, Bors fejeli ki, és aztán Müller Csaba veszi birtokba a labdát. Mayerhez passzol. Géresét nem tudja becsapni. Sünni bedobás. A mérkőzésből 3,5 perc van hátra. Kerecsényi, Géresi. Kerecsényi, Vonnák. Bedobás következik. Kerecsényi fejeli vissza, Géresi kapusának adja haza a labdát, Vonnák, Ottó, Kerecsényi nem éri el, Mayer bedobása, Szabó levágódik, Bors a kapufáról hagyja el a labda ismét a játékteret. Kuti, Kerecsényi, Őrsi, Kerecsényi kapja vissza, Deák, Kerecsényi, Borsban akad el, Kuti a leghátsó mezőn játékos a Süni csapatában. Őrsi nem tudja megszeridíteni a labdát, Szabó József viszont igen a túloldalon, Szabó visszagurítja Müllernek, szöglet. Másfél perc a hátralévő idő, a rendes játékidőből. Bors szögletét követően Müller érkezett és a kapu fölé lőtt. Deák. Kuti. Disztl. Deák. Őrsi. Nagy kettő. Szabó vissza nagy kettőnek. Nem tudja magát áthámozni a védőkön. Őrsi. Géresi. Deák lőtt a kapu mellé. Bors. Géresi állította meg, de szabálytalanul. Most már az 50. percben járunk. Müller. Mayer, Kerecsényi,
és vége a találkozónak. A Csipuszvé tehát 4-0-ra nyerte a mérkőzést a Sünés barátai ellen, nem villant tehát a tavalyi gólkirály Hörsi József új cipője, nem sikerült a kapuba találnia. A Csipuszvé tehát Szabó József 2, Vadász Imre, valamint Deák öngóljával 4-0-ra nyerte a mérkőzést. A két csapat eddigi szereplését tekintve a végeredmény megfelel a papírformának. A többi mérkőzésen azonban születtek meglepetések. Lássuk az összefoglalókat. Igazi presztízs csatával kezdődött a 11. forduló. A MÁV Gépészet és a Fevita 2001-ben karöltve búcsúztak az első osztálytól, majd egy év második vonalbeli küzdelem után mindketten visszajutottak a legjobbak közé. Jelenleg a fekete-fehérmezes MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Szerepel jobban a bajnokságban, és ez az első félidőben meg is látszott játékán, 4 góllal húzott el ellenfelétől. A játékrész közepétől aztán a Fevita bekeményített és felzárkózott, fordulás után pedig megfordította az eredményt. A MÁV Gépészet hiába próbálkozott, rendre elpuskázta helyzeteit, a hűtőgyáriak pedig okos játékkal növelték előnyüket, így végül a Fevita 7-4-re nyerte a találkozót. Hát simán vezettünk 4-0-ra, aztán valahogy leblokkoltunk, és kaptunk 2-3 gólt, és utána nem tudtunk újítani. A Sünés társai elleni meccs óta tartó veretlenségi sorozatunk az vége szakadt sajnos. Egy nagyon sportszerű és nagyon jó csapatot sikerült a mérkőzés végére melegyőznünk. Az első félidő első felét sajnos egyszerűen nem találtuk helyünket. Annyira a védelmünk előmaradt, nem tudtunk visszazárni, és a második félidőre szépen fel tudott a csapat állni. Odafigyeltünk, passzoltunk, meg amit a labdarúgásban nagyon nagy százalék, hogy szerencsénk is volt, az ellenfélnek meg második félidőbe kerülésbe. A kieső zóna elől menekülő Poyák BT az élmezőnybe tartozó Fedél Kft-vel találkozott. A sárga mezes Fedél gyorsan vezetést szerzett, de a Poyák szabadrugásból egyenlített. A mérkőzést mindvégig Nagy Iram jellemezte. Az első félidőt 2-1-es Fedél vezetésnél zárták a csapatok, a másodikban aztán elhúztak Balló Sándorék. A Poyák BT együttesében pályára lépett a korábban a Videótonban futballozó Varga Ernő is, aki vereséggel debütált a kispályás első osztályban, hiszen a meccset a Fedél Kft. Nyerte 4-2-re. Pont most téli szünetemet töltöm itthon, és mivel korábban is játszottam már a Poyák BT csapatában, így nagyon szívesen jöttem most is. Felüdülést jelent a kispályás foci? Hát igen, felüdülést, bár ma kikaptunk, nem volt igazán felüdülés, de nagyon jól játszottam a srácok között. Egy nagyon jó az a mérkőzés volt, két fegyelmezett csapat, és hát egy kiszerencsénk azért volt. De fegyelzően odaálltunk, megfogtuk az embereket, szerintem úgy érzem, hogy megérdemelten nyertük meg a meccset. Az Aprilia Motorosbolt klubfeca összecsapása pirosmezes klubfeca helyzeteivel kezdődött, majd a listavezető Aprilia átvette az irányítást. A kemény, nagyiramú találkozón a jelenleg Finnországban profiskodó Pálfi László is pályára lépett az Aprilia színeiben, és az eddig sem gyenge együttes tovább erősödött a volt vidi focista játékával. Az első félidőben 2 gólos előnyre tett szert az Aprilia, majd fordulás után megduplázta találatai számát, míg a feca csupán kapufáig jutott. A végére Máriásiéknak sikerült szépíteniük, így alakult ki a 4-1-es végeredmény. Két a kieső zónában szerénykedő csapat összecsapását hozta a Total Food és a Cooper SC mérkőzése. A kékmezes Cooper kezdte aktívabban a találkozót, de fölénye sokáig meddőnek bizonyult. A kimaradt helyzetek után jobban összpontosítottak a Cooper játékosai, és 2 gólos előnyre tettek szert. A félidő hajrája az addig enerváltan játszó Total Foodé volt, és a szünet előtt egyenlített. Fordulás után, mintha a sárgamezes Totált lepte volna meg egyenlítése, és a Cooper minden csapatrészben felülmúlta ellenfelét. Nagy Péter vezérletével futószalagon termelték a gólokat. A meccset 9-3-ra nyerte a Cooper SC. Én úgy érzem, hogy erőlétben is gyengébbek voltunk, a második félidő inkább ennek tudható be, ennek a ténynek. Elképzelhető, hogy többet kéne játszanunk, lehet, hogy ez a heti egy mérkőzés, ez kevés ahhoz, hogy a kiesés szélén álljunk. Végre kijött az, amit szerettünk volna már régóta. Az előző meccs a Béresék ellen már benne volt ez, hogy tényleg nagyon jól védekeztünk és jól támadtunk. Hála Isten, most átmentettük ezt a formát, és úgy érzem, most nem volt egy súlyba ez a két csapat.
Ki nyeri a sportboltok csatáját? Tehette fel a kérdést a lelátó ember a Turulány maraton sportmérkőzés előtt. A csapatok nem a vásárlókért, hanem a pontokért küzdöttek, és e foglalatosságot a zöldmezes maraton kezdte eredményesebben, hisz vezetést szerzett. Sőt, hamarjában háromra növelte találatai számát, amire a Turul csak keserves rohamok árán tudott egy góllal válaszolni. A második félidőben a lelkesen játszó maraton tovább növelte előnyét, bár a Turulány játékosai birtokolták többet a labdát. A kékmezesek csak kozmetikázni tudták az eredményt, így végül meglepetésre a maratonsport 5-2-re verte a Turult. Éppen formában lendült a csapat, jött az egy hónap pihenő, leeresztettünk. Ők pedig akartak, mentek, gratulálunk nekik. Azt hiszem, hogy végre összeszedtük magunkat, és lelkesedésben múltuk fel őket. Úgy éreztem, hogy eddig is összehányzott. Sokkal több pontunk lehetett volna, ha fejbe ott vagyunk, és hozzá kell szokni a végkörhöz. A középmezőnybe immár visszaesett Bádogos meglepte a bajnoki címvédő, és jelenleg második Bombont. A zöldmezesek bátran és szervezetten játszottak, melynek eredményeként a vezetés is megszerezték. A Bombon az első félidőben hiába kereste, nem találta a Bádogos ellenszerét. A második játékrészben a Bádogos leginkább remek kapus teljesítményének és védekezésének köszönhetően tartotta előnyét, sőt egy vitatható szituációból induló kontrából növelte is azt, majd kihasznált egy emberfort is. A fehérmezesek elkeseredetten és idegesen küzdöttek a szépítésért, de az eredmény maradt 4-0 a Bádogos javára. Az elmúlt vereségek azért kicsit fölrázták a csapatot, hogy nem ezt tudunk, most taktikailag is nagyon éretten, hozzáállás is jó volt. És hát mind látható volt, az ellenfél egyszerűen idegileg nem bírta azt, hogy a Bádogos jobban játszik, fejben is, pályán is, és hát szerintem megérdemelten nyertük ezt a meccset. Minek volt köszönhető az iménti vereség? Lehet, hogy a közönség jobban el tudná mondani most, mint én. Úgyhogy jó volt az ellenfél. Jobbak voltak, győztek. Nézzük az első osztály 10. fordulójában lejátszott mérkőzések eredményeit. C plusz V Total Food 8-3, Fedél Kft. Sünés Barátai 4-7, Klub Feca Bádogos 2-0, Cooper SC Aprilia Motorosbolt 0-2. A 11. fordulóban MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Fevita 4-7, Poyák BT Fedél Kft. 2-4, Aprilia Motorosbolt Klub Feca 4-1, Sünés Barátai C plusz V 0-4, Total Food Cooper SC 3-9, Turulline Maratonsport 2-5, Bádogos Bombon 4-0. A tabellát továbbra is az Aprilia vezeti 100%-os teljesítménnyel 30 ponttal, második a C plusz V 19, míg harmadik a Fedél Kft. Szintén 19 ponttal. A Bombon két mérkőzéssel kevesebbet játszott, 18 ponttal rendelkezik, 5. a Bádogos 16, 6. a MÁV Gépészet 14, 7. a Turulány 13, 8. a Klub Feca szintén 13 ponttal. 9. a Poyák BT 12, 10. a Sünés Barátai 10 ponttal, a kieső helyeken pedig jelenleg 11. a Cooper SC 9, 12. a Fevita 7, 13. a Maraton Sport 6 és 14. a Total Food 4 ponttal. Az utolsó nyilatkozathoz hozzá kell tenni, hogy Molnár Csabáék, azaz a Bombon játékosai nehezményezték a bírói ténykedést a mérkőzés után, és ennek hangot is adtak. Kérdés, lesz-e folytatása az ügynek? Kedves nézőink, a következő fordulóban, azaz a 12. játékhéten a Bádogos a Turulánynal, a C plusz V a Poyák BT-vel, a Klub Feca a Total Fooddal, a Cooper SC a Sünés Barátaival, a Fedél Kft. A MÁV Gépészettel, a Fevita a Maratonsporttal, a Bombon pedig az Aprilia Motorosbolttal csap majd össze. Kedves nézőink, műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!